Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma, április 9-én egy spontán kirakással, egy új kirakással, méghozzá a mágikus hetes. Mi van rád a hétvégén? Mit kell a hétvégén, hogy felismerj a lélektársaddal, a szerelmeddel kapcsolatban? Mi játszik a szerelemben egy szerepet, mit kell, hogy felismerj, mit kell, hogy meggyógyíts. Mielőtt persze a kártyát keverni fogom, megkérlek, hogy hunyd be a szemed, és küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Pakliból 7 kártyát fogunk kérni. Nézzük meg a szerelemmel. Mit kell, hogy tudjatok a szerelemben? Mit kell, hogy felismerjetek? Hova kell, hogy oda nézzetek? Nézzük. Milyen kártyák jönnek ki? Mit kell, hogy megnézzél? Vagy ő is, hogy felismerjél? Hét kártya, 8 ugrott ki, nem baj. Szóval, na ez az utolsó kártya, hát szerintem ez is játszik egy szerepet. Az egyik a másikról azt gondolja, hogy gazember, vagy látjátok egymásba tényleg, hogy az egyik a másikba hibált. Bocsánatot kérek, de ez most így van, ez az utolsó, hogy oda ügyeljetek, hogy na ez lehet, hogy ad egy kis bevezetőt neked, hogy nem is azt kell nézni, hogy mi a hiba, ugyan már. Szóval az jött ki, hogy lehet, hogy úgy érzed magad, vagy ő úgy lát téged, hogy olyan elégedetlen vagy, hogy sose elég, amit ő adni tud neked. És szóval azt kell, hogy elengedjétek eztetet, hogy a másik titeket tojsunk, az, hogy nektek valamit csak mutat, ami nem is úgy van. Azt kell, szóval, hogy látod, itt mutatja neked, hogy hozza a virágot, itt pedig téged meg le akar lakatolni. Az azt jelenti itten, hogy ne félj attól, hogy téged be akar valaki csapni, hanem hagyjad, látod, ő nagyon vágyik te rád, nagyon néz tégedet, mint ahogy látod, ez nagyon nagy szerepet játszik nála, hanem az kell, hogy elérjétek tényleg, hogy egymás irányába menjetek, hogy egymás irányában nyíljatok mind a ketten. Az kell ezen a hétvégén, most 9-én, 10-én, 11-én elérni. És tényleg akkor válik ez az álom valóra, hogyha nem ilyen negatív gondolatotok van, hanem kinyíltok egymás irány, és akkor tényleg az tényleg létre fog jönni. De hogyha arra koncentráltok, hogy elvesztettétek a szíveteket, hogy megsérültetek, hiányérzet van, az nem olyan pozitív, hanem inkább arra koncentrálj, hogy szerelmesek legyetek egymáshoz, hogy kinyissátok a szíveteket, látjátok? És utána az jött még ki, hogy tényleg, hogy vonulj vissza, ha ezt az érzést érzed benned hétvégén, lehet, hogy vasárnap egy kicsit néz befelé, vonulj vissza, és ez egy nagyon pozitív érzés, hogyha ezt a jó érzést tartod meg a lelkedben, a szívedben. Nézzük meg most még, hogy mit kell, hogy felismerjél, vagy mind a ketten mit kell, hogy felismerjetek, és akkor megnézzük, hogy tudjátok ezt meggyógyítani. 7 kártyát kívánunk, tényleg, szintén. Mit kell, hogy felismerjetek? Azt kell, hogy elengedje, azt,
az kell, hogy elengedjétek, hogy nincs értelme ennek az egésznek, hogy az élet nem szép, ez kell, hogy elengedjétek, hogy ne legyetek ilyen bűbánatosak, szomorúak, mert kint történik az egész élet, létrejön. A félelmeket kell, hogy elengedjétek mind a ketten, és hogy valami szerepet játszik az egyik a másiknál. Azt kell, hogy elengedjétek, hogy ne szerepet játszatok, hanem legyetek önmagatokkal őszinték, ami nagyon fontos. És azt kell tényleg elérni, tényleg, hogy mind a ketten látjátok, hogy Isten gyermekei vagytok. Nem tesztek ti hibát, hanem mindenki úgy cselekszik, ahogy pont abban a helyzetben, vagy abban a szituációban, pont ahogy tud, és akkor nincs ez a bűntudat, ez, hogy bűntelen valaki, igen, hogy bűntelen teljesen valaki, azt kell tényleg itten elérjétek, és én úgy látom tényleg, hogy hát ez a régi témák, amik feljönnek, vagy tényleg a múlt korszakból van, az életedből, rossz élményekből származ, ez a sötét történetek, vagy pedig tényleg múlt életi dolgok is vannak, amit szerepet játszik, és az lenne a lényeg tényleg, hogy folyjatok az élet folyójába. Az azt jelenti, hogy hagyjátok, hogy a folyó vigyen benneteket, hogy az érzések folyjanak, és hogy tele örömmel menjetek ezen a helyzeten, hogy teljesen tiszta örömmel jöjjön ez minden itt közöttetek létre, az nagyon-nagyon fontos. És nézzük meg, hogy hogy tudjátok eztet az egészet meggyógyítani. Hogy tudjátok ezt az egészet meggyógyítani? Hogy mit kell, hogy meggyógyítsatok, vagy hogy mit kell, hogy meggyógyítsatok még önmagatokban, hogy odafigyeljetek, meggyógyítsatok. Hűvaj, mennyi kiugrott. Szóval, hogy ne, ez a rebel az, aki mindig úgy harcol és úgy kiabál, mint ahogy látod eztet, hogy védekezik a dolog, ez kell, hogy meggyógyítsátok mind a kettő bennetek magatokban, hogy befogadjátok a dolgokat, és nézzük csak meg, ennyi kártya kiugrott, hát ez már nem is hetes, pedig mágikus heteset szerettem volna, igen. Nézzük, mit mondanak, azt mondják, tényleg a családi témákat kell, hogy meggyógyítsatok, családi. Családfelállítás, ez egy nagyon jó módszer, tényleg én a System Bread, úgy még a család deszkának mondják szintén, azzal dolgozok, szintén ilyen családi struktúrt vagy konstruktot fel lehet állítani, témákat fel lehet ilyen bábukkal állítani. Ezt használom szintén a tanácsadásban, van szintén tovább képzésem róla, és hogy ne projekciózd eztet, amit lehet te átvettél a családba, ne projekciózd ezt a másikra, vagy a te saját dolgodra, és mindig az a lényeg, hogy felold a dolgokat, ha vannak még ilyen feloldásra való dolgok, és ne legyen ez, hogy Machtkampf, az azt jelenti, amikor úgy harcoltok egymással, hogy kinek van igaza, kinek van nincs igaza, és azt kell tényleg az intuíciódat, hogy megengedjed, hogy az angyalok neked az intuíciót, ha neked valamit küldenek, vagy súgnak, hogy ezt befogadja teljesen. Ezt a sötét témákat fel kell tényleg, hogy el kell, hogy engedjed sötét történeteket az életedből, hogy ezt el kell, hogy engedjed, és hogy teljesen független legyél, függetlenségben menjél bele, és ez neked, ezen egy akkora fejlődés fogsz elérni, hogy mesteré fogsz belőle válni, hogyha tényleg független leszel, minden régi dolgot elengedsz, tényleg az intuíciód megvan, családi témákat felállítottad, elengedted, visszaadtad, növekedni fogsz rajta, és fel fogsz emelkedni ezen az egészen. Ez a hétvége. Most például, hogyha nincs a hétvégén rá lehetőséged, te belemehetsz a tudatosodásba, szóval, hogy felismerd a dolgokat, mit vettem át a szülőktől, mit vettem el a nagyszülőktől, mi nem az enyém, mit tudok visszaadni, már hogyha felismered, az már elég, nem? Nézzük csak meg, mi a szerelmi üzenet, ez azt mondják, hogy szerelmi kártyák,
ez 80 szerelmi kártya, kor teperványt írta, és mi neked az üzenet erre a hétvégére nézzük csak meg. Mi az üzenet? Az üzenet az, hogy én nagyon szeretem a mai napot, szeretem és élem eztet a tudat szintet, hogy ezt a mai napot szereted. No, ez neked az üzenet a hétvégére a szerelemmel kapcsolatban. Remélem ez tetszett, felismertél valamit, ha így volt, nagyon örülök neki. Lajkoljatok, kommentoljatok is legközelebb, szintén velem tartsatok. A jövő héten lesznek hosszabb videók is, de mint ahogy említettem, most hétvégén továbbképzésem van. Próbáltam minden napra, napi szinten nektek videót készíteni, rövidek, de felősek. Szeretettel, legyen szép hétvégetek, sziasztok, Valéria!